stabil gazdálkodás és fejlesztések, 145 milliárd forint a vármegye székhelyi idei költségvetése, az önkormányzat minden tekintetben a fejlődésre törekszik. Választás, április 3-ától érkeznek az értesítők, 20-án pedig indul a kampány. Nyíregyházi sportgála, több mint 70 elismerést adtak át a hazai és nemzetközi versenyeken kiemelkedően szereplő sportolóknak, csapatoknak és edzőiknek. Húsvét hétfő van, a négy napos ünnep utolsó napja. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A nagypéntek gyásza után, vasárnap és hétfőn újra hívei között járt Jézus, bizonyítva a Biblia igazságát. Húsvét második napján, hétfőn nem csak a templomokba várják a híveket, de a népi hagyományoknak megfelelően ilyenkor locsolják meg a fiúk, a lányokat. Az ünnep szimbólumai ugyanúgy a keresztény hitből erednek, mint a szakrális szokások. Minden eddiginél nagyobb költségvetéssel vágott neki az idei év feladatainak Nyíregyháza önkormányzata. A városvezetés 2024-ben több mint 145 milliárd forintból gazdálkodik. Kovács Ferenc polgármester 35 perc című műsorunkban arról beszélt, az elmúlt problémákkal teli ciklusban rendkívüli eredmény, hogy a város pénzügyi helyzetét még stabilabbá tudták tenni. A városvezető kiemelte, a közlekedési infrastruktúra, az ipar, a kultúra, a turisztika és a sport területén is lényeges fejlesztések valósultak meg. Minden eddiginél nagyobb költségvetést fogadott el Nyíregyháza közgyűlése egy hónappal ezelőtt. A vármegye székhely idén 145 milliárd forintos főösszegből gazdálkodik. Ez köszönhető többek között annak is, hogy az önkormányzatnak évről évre egyre több intézményt kell működtetnie. A város költségvetése egyébként 11. éve nem tartalmaz hiányt, amit különösen a 2010-es csőd közeli állapothoz képest könyvel el sikerként Kovács Ferenc polgármester. A városvezető 35 perc című műsorunkban azt mondta, mára semmilyen kifizetetlen számlája nincs az önkormányzatnak, és sikerült megteremteni a pénzügyi stabilitást. Nagyon átgondolt, megalapozott, több szempontból előzetesen elemzett minden évünk. Tehát, és itt ugye a fejlesztésre gondolunk elsősorban, arra is igaz természetesen, de azért ezt a rendszert működtetni kell. És van egy ilyen most már Nyíregyházán igen hangsúlyosan jelenlévő új elem, hogy annyi sok mindent építettünk, annyi sok beruházást befejeztünk a sporttól, a kultúrán át, az összes óvodától, stb., ami új működtetési, fenntartási feladatokat is jelent, új költséget is, korábban nem volt jégpálya, nem volt uszoda, nem volt atlétikai centrum, csak mondjak egy példát. Dél-koreai, német és kínai cég kezdett már óriás beruházásban Nyíregyháza déli ipari parkjában az utóbbi két évben. Az önkormányzat nemrég megvásárolt területeire azonban hamarosan újabb befektetők érkezhetnek. A hatalmas fejlesztések a környék közlekedési rendszerét is átrajzolhatják. Mindeközben sokan amiatt aggódtak, hogy az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó gyáraknak komoly környezetszennyező hatásaik lesznek. Kovács Ferenc azt mondja, a vállalatoknak minden hatósági előírást be kell tartaniuk, az adatokat pedig folyamatosan figyelni fogják. A legszigorúbb feltételeket fogadtattuk el, és vállalták ezek a beruházók. Ennek viszont a garanciális elemére is gondoltunk. Kiépítünk egy központi monitoring rendszert, ami a levegő, víz, talaj, minden szennyezettségi faktort vizsgál majd. Ehhez most keresünk egy olyan szakmai üzemeltetőt, aki ilyen magas szinten fogja tudni ezt számunkra segíteni. Gyakorlatilag mérési pontokat fogadtattunk el minden beruházási területen, mi fogunk mérni, és ezeket az adatokat közzétesszük mindenki számára elérhető módon az interneten. Tehát bárki meg tudja nézni, hogy az a beruházás milyen céget, milyen működtetést jelentett, és ez mennyire károsítja a környezetet.
Az utóbbi években intenzív sportberuházások kezdődtek el Nyíregyházán, 2021-ben a városi úszodát, 2022-ben pedig az atlétikai centrumot adták át. Most újabb komoly beruházás közelít a végéhez, már csak néhány hónap és teljes pompájában lesz látható a város új futballstadionja, amely ugyanakkor nem csak egy futballstadion lesz. Ez a stadion beruházási összeg több milliárd olyan beruházást tartalmaz, amit tulajdonképpen az önkormányzat kap. Tehát egy szabadidő sportcentrum épül rekordtán futópálya stadionot kívül, amit mindenki használhat. Most már folyik a három kispályás, ugye a foci, kispályás foci bajnoksága nagyon-nagyon intenzív Nyíregyházán. A hatból hármat most május végéig bűfűvessé tudunk fejleszteni. És hát nagyon sok minden van, mert ugye ez a mi stadionunk nem csak egy foci stadion, az önmagában egy sportközpont. És még koncertek megtartására is természetesen úgy terveztük meg, tehát színpad is be van építve a két helyen is, a nézőtérben, amit lehet mobil módon egy-egy nagy koncertre felépíteni. A polgármester beszélt még a rendkívül jelentős turisztikai és közlekedési infrastruktúrai beruházásokról is. Utóbbival kapcsolatban kiemelte a belső nagykörút bezárását, a leendő egyik legfontosabb beruházás pedig a külső körgyűrű folytatása lesz. Kovács Ferenc a júniusi önkormányzati választásokkal kapcsolatban elmondta, úgy véli az elmúlt ciklusban bizonyította a városvezetés, hogy képes a legkomolyabb problémák közepette is garantálni a fejlődést. Mint mondta, a koronavírus, a háború és az azt követő energiaválság ellenére egyetlen beruházás felfüggesztésére sem volt szükség Nyíregyházán. Április 3-án kezdi postázni az értesítőket a Nemzeti Választási Iroda. A kampányt 20-án élesítik, akkortól indul az aláírásgyűjtés. Június 9-én közös eljárás keretében 3 választás lesz hazánkban. Aznap az Európai Parlament magyar képviselőit, a települések polgármestereit és képviselőtestületi tagjait, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tagjait választhatják meg a szavazók. 3 választás lesz június 9-én hazánkban. Ezen a napon közös eljárás keretében külön szavazólapokon az Európai Parlament magyar képviselőit, a települések polgármestereit és képviselőtestületi tagjait, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tagjait választhatják meg a szavazók. Az értesítőket április 3-ától postázzák, a kampány pedig a választást megelőző 50. napon, április 20-án indul. Így többek között a népszerűsítő plakátok is ellepik majd az utcákat. A választási eljárásról szóló törvény tartalmazza a kampányeszközöket, a leggyakrabban alkalmazott kampányeszközöket, mint a plakátolás, a választási gyűlés szervezése, a közterületi kitelepülés, a köznyelven a pultozás, amikor a választópolgárokkal egy utcasarkon, a piacon találkoznak a jelöltek, jelölőszervezetek, és akár az ajánlásban kérnek aláírást, akár pedig közéleti kérdésekben szót váltanak egymással, és az ő nézeteiket megosztják a választópolgárokkal. A kampány részeként az aláírásgyűjtés is április 20-án indul. A helyi választásokon indul a legnagyobb számú jelölt, országosan nagyjából 70 ezer jelöltre számítunk, ezért a választási iroda idén első alkalommal készített egy külön választási füzetet a jelöltek, jelölő szervezetek számára. Ez már a honlapunkon, a választás.hu-n elérhető és megtalálható, és ajánlom minden olyan választópolgár figyelmébe, aki jelöltként is szándékozik megméretni magát a június 9-i választásokon, hogy ott a számára legfontosabb információk megtalálhatók. Egyrészt az adminisztratív részt, mire kell figyelni, hogyan kell ajánlást gyűjteni, nyilvántartásba vetetni magát, másrészt a kampányról a legfontosabb tudnivalók ott is kivonatoltan szerepelnek, tehát érdemes ezt áttanulmányozni, és ebből is készülni erre a feladatra. A legfontosabb információk a választás.hu oldalra kattintva elérhetők. Az oldalon ügyfélkapus azonosítást követően a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok az adott választáshoz kapcsolódó kérelmet is benyújthatnak.
Csaknem 200 oldalas kiadvány mutatja be Szatmár rejtett kincseit. A hazai turizmust is népszerűsítő könyv a Szatmár Líder közhasznú egyesület működési költségeiből megmaradt forrásból készült. A kötet látványos képanyagával méltó módon mutatja be a térség természeti és kulturális látványosságait. Nem mindennapi utazásra csábítja az olvasót a Szatmár legvarázslatosabb helyeit bemutató új könyv. A kiadvány a térség természeti, épített, irodalmi és gasztronómiai értékeire helyezi a hangsúlyt. A bemutató a vízvilág napjára esett, hiszen a Túr, Tisza, Kraszna szamosölelésében fekvő szatmári térség tájait és mindennapjait jelentősen meghatározza a víz közelsége. Nagyon nagy kihívás volt, és egy nagyon jó csapat jött össze ennek a könyvnek a szerkesztésében. 56 települést mutat be, mint egy 317 képben, illetve 187 oldalon. Vizuálisan egy nagyon nagy kihívás volt, hogy ezeket a szép értékeket be tudjuk mutatni. Ez egy helyi csapatmunkának a gyümölcse, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ebben a csapatban is észrevehettem. A térséget népszerűsítő könyvet a Líder Közhasznú Egyesület működési költségeiből megmaradt forrásból készítették. A 187 oldalas kiadvány, mely elsősorban képanyagában nyújt felejthetetlen élményt, minőségében és megjelenésében is méltó módon mutatja be Szatmár rejtett kincseit. Az is cél volt, hogy egy olyan kiadvány készüljön, amely angol nyelven is tájékoztatja a térség iránt érdeklődőket. Így sikerült ezt a könyvet, ahogy képviselő úr is elmondta, helyi szerzőkkel, helyi fényképekkel, fényképészekkel elkészítenünk, tehát azt lehet mondani, hogy nem kellett igénybe vennünk úgymond külső segítséget, és mindenki önként saját tudását, értékeit, fényképeit, mindent beleadott ebbe a könyvbe, tehát azt lehet mondani, hogy mindenki ingyen és a térség érdekében dolgozott, hiszen nekünk az volt a célunk ezzel, hogy megmutassuk azt, hogy milyenek vagyunk, milyen értékek találhatók itt, és igen, ide érdemes eljönni hozzánk. A könyvet elsősorban az önkormányzatokhoz fogják eljutatni, de természetesen minden Szatmár lídertag, valamint a közösségi könyvtárak is kapnak egy-egy példányt. A Szatmár rejtett kincsek nyomában című kiadvány elektronikusan is elérhető a Szatmár Bereg Turizmus és a Szatmár Líder honlapján. Az egyesület a későbbiekben tervezi a könyv újranyomtatását is. A Csóri Sándor program célja, hogy támogassa a magyar népzenével, néptánccal és népművészettel foglalkozó csoportokat. A Máté Szalkai programban 32-en vettek részt határon innen és túlról, fiatalok és idősebbek, tanárok és növendékeik. Országosan közel 2000 nyertes pályázata volt tavaly a Csóri Sándor programnak. Az utolsó közös zenélések egyike Máté Szalkán, amelyre a Csóri Sándor program biztosított lehetőséget. Ez évek óta a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc, népzenei együttesek és tárgyalkotó közösségek tudásátadását, szakmai munkájuk fejlesztését célozza meg. Máté Szalkán idén első alkalommal nyújtottak be pályázatot a támogatásra, és rögtön több mint 30-an vehettek részt benne, tanárok, növendékek és külsős beuglós hangszeresek egyaránt. Ráadásul nem csak a városból. Három határ program nevet adtam ennek a dolognak, amikor a pályázatot megírtam, mert megkerestünk határon túl nagykárolyi növendékeimet, illetve Kurendás Szilvia Nevetlen faluban élő és onnan származó, és ott és a környéken dolgozó cimbalmos tanárnéni volt az, aki jelentkezett a programban a saját növendékeivel. A programnak köszönhetően nem csak egymással ismerkedhettek meg a zenészek, hanem a különböző hangszerekkel is. A standard az mindenhol a vonós banda, a hegedű, brácsa, bőgő. Esetleg kiegészült, mint ahogy nálunk is, a népi fúvós hangszerekkel, itt is kiegészült, de ami most tulajdonképpen, hát, ez érdekes, mert talán nem is kuriózum, de ha azt a szót használom, hogy hungarikumok,
akkor azt hiszem, hogy mindenkinek ismerősen cseng ez a két hangszer, ami mind a kettő Sunda Vencel József nevéhez, cseh hangszerészmester nevéhez köthető az 19. századból. Ez pedig nem más, mint a mi tárogató és cimbalom nevezetű hangszerünk, és mind a kettőnek a tanítását, oktatását sikerült ezen a programon belül megvalósítani. Ez lehetőséget adott arra is, hogy a korábban megkezdett népzenei tanulmányokat tovább folytassák a diákok. Akár a családdal közösen, mint Júlia, aki 12 éve hegedül, és a népzene szerelmese. A közönség előtt már nagyon régóta játszunk, de én szeretek így megmutatni, szeretem megmutatni, hogy ez a népzene így fiataloknak is jó, meg ugye az idősebbeknek is, és akkor ez így összekovácsolja a szüleimet, meg engem is. Az év egyéni sportolója díjat az ökölvívó Kovács Rihárd, az év versenyzője elismerést Kis Norbert kamionversenyző, az év parasportolójának járó díjat pedig Tarjányi István kerekesszékes vívó vehette át a nyíregyházi sportgálán. A Városházán több mint 70 elismerést adtak át a hazai és nemzetközi versenyeken kiemelkedően szereplő sportolóknak, csapatoknak és edzőiknek. Megtelt a Városházak Rúdi terme, ahol a 2023-as év legjobb nyíregyházi sportolói gyűltek össze, hogy a hagyományos sportgálán átvegyék az őket megillető elismeréseket. Mint a vármegyeszékhely polgármestere elmondta, sportsikerekben gazdag elmúlt évre tekinthetnek vissza. Sikeres év áll mögöttünk 2023-at illetően is, és fontosnak tartjuk, hogy az eredményeket el kell ismerni és meg kell ünnepelni, erről szól ez a sportgála. És hát arról is, hogy ez remélhetőleg biztatást ad arra, hogy ezek az eredmények az idén is jöjjenek majd, és az önkormányzat ezért sokat is tesz, biztosítja az infrastruktúrális lehetőségeket, erről külön lehetne beszélni egy órát, hogy mennyi minden történt, de hát most legutóbb a sportcélú támogatásokat is megemeltük, ez azt jelenti, hogy 169 pályázatból 156-ot támogatni is tudtunk, és hát nagyon-nagyon komoly eredmények vannak a csapatok, az edzők, a sportolók között, minden tekintetben korosztályos válogatottaink vannak. Tavaly sporttörténelmet írtunk, amikor az atlétikai VB-n 5 nyíregyházi sportoló volt jelen, a kínai egyetemi világjátékokon jól szerepeltek sportolóink, úgyhogy valóban az egy sikeres év volt. Az elmúlt év legjobb sportolójának Kovács Rihárdot választották. Az NVSC Big Boxing ökölvívója tavaly kiharcolta az olimpiai kvótát, és már Párizsra fókuszálva készül a belgrádi Európa-bajnokságra. A bocskai volt az utolsó versenyem, azután egy pici betegség jött közbe, azért kényszerpihenő volt. Aztán most finishbe vagyunk már, ugyanis április 15-én kezdődik az Európa-bajnokság, arra készülünk. Nagyon várom már, hogy újra ringbe léphessek. Aztán ugye a következő állomás nyilván lesz közte kisebb nemzetközi torna, meg felkészítő versenyek, de a nagy állomás, az álmom az olimpia, amit már nagyon várok. Az elmúlt év parasportolója címet Tarjányi István érdemelte ki. A kerekes székes vívó részvétele biztosnak mondható a paralimpián. Pákei Béla tanítványa nemrég az Európa-bajnokságon ismerkedhetett meg a párizsi körülményekkel. 5. helyen végeztem, célom az volt persze, hogy aranyjal váltson ki az ezüstömöt, mert az egyik Európa-bajnokság számít a kvalifikációba. Ebből a szempontból egy kis izgalom hiányában indultam neki az egész versenynek, mert nem éreztem ezt a igazi nagy drukkot, mert hogy annyira nagy tétje nem volt a versenynek, nagyon szerettem volna ilyen, mert sajnos ez most nem jött össze. Nem is az én hibámból többnyire, mert a zsűri az nem nekem kedvezett, de így jártam, mert összességében elégedett vagyok az eredménnyel. Hellebrandt Máté tavaly ott volt a budapesti világbajnokságon, nyáron pedig 4. olimpiáján szeretne rajthoz állni. A nyíregyházi gyalogló Békés Csabán 2 másodperccel maradt le a 20 km bajnoki aranyérméről. Felemások az érzéseim, hiszen helyezésben nem ehhez vagyok hozzászokva. Itthon 2009 óta ezen a távon én vagyok a magyar bajnok,
most Venyelcsány Bence jobb volt 2 másodperccel. Hát a körülmények nem voltak ideálisak, hiszen hatalmas szél volt, és 19 kilométerig én mentem elől, Bence mögöttem jött szélárnyékban. Ez a végén a hajrában úgy gondolom, hogy nagyon sokat számított, hiszen sokkal frissebb volt az utolsó 1 kilométeren. Hát pont ez a 2 másodperc kellett volna nekem is, hogy frissebb legyek. Viszont ez így legalább nagy motivációt ad a jövőre nézve, hogy most már itthon se vehetem félváról az országos bajnokságokat. A másik meg, hogy tudtuk egymást kicsit húzni ezen a versenyen, hiszen ilyen jó időt a Békéscsabi országos bajnokságon még nem gyalogoltam. Ami azért is fontos, mert az olimpiára így a világranglistán előrébb fogok kerülni, ami a pontokat illeti. A sportgálán több mint 70 díjat vehettek át a sportolók, az edzők és a legjobb csapatok képviselői. Kedves nézőink, híradunk végén nézzük főpíreinket még egyszer néhány mondatban. Az önkormányzat a legkomolyabb problémák esetén is garantálni tudta Nyíregyháza fejlődését, ezt mondta Kovács Ferenc polgármester 35 perc című műsorunkban. A vármegye székhely vezetője beszélt az ipari park fejlesztéséről, további lehetséges befektetőkről és a vállalatok szigorú környezetvédelmi előírásairól is. Hamarosan beindul a választási gépezet, az értesítőket április 3-ától postázza a Nemzeti Választási Iroda, a kampányt pedig 20-án élesítik. Június 9-én közös eljárás keretében 3 általános választást tartanak hazánkban. Aznap az Európai Parlament magyar képviselőit, a települések polgármestereit és képviselőtestületi tagjait, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tagjait választhatják meg a szavazók. Több mint 70 elismerést adtak át a hazai és nemzetközi versenyeken kiemelkedően szereplő sportolóknak, csapatoknak és edzőiknek a Nyíregyházi Sportgálán. Az év egyéni sportolója díjat az ökölvívó Kovács Rihárd, az év versenyzője elismerést Kis Norbert kamionversenyző, az év parasportolójának járó díjat pedig Tarjány István kerekesszékes vívó kapta. Ennyi fért a mai híradóba. Önök április 1-én húsvét hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták. Remélem, hogy tartalmasan pihenéssel teli telt az elmúlt 4 nap és az ünnep. Friss hírműsorral legközelebb holnap, azaz kedden jelentkezünk. Addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra! Kedden a front felhőzet, illetve az összefüggő csapadékzóna kelet felé elhagyja hazánkat, mögötte erőteljes gomoly felhőképződés várható, szorványosan záporesővel, helyenként zivatarral. A nyugati szelet sokfelé erős, néhol viharos lökések kísérhetik, napközben 15-17 fokot mérhetünk.